Minden készen áll az óvodák és az iskolák április 19-i újranyitására, városunkban és térségünkben egyaránt. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás, az első és 8. évfolyamokon és az óvodákban azonban már április 19-én. Az érettségik szempontjából fontos kis csoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban. Főszabály szerint csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbeli és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták Karcagon is. Az előrehozott vizsgákat azonban idén megtartják. Több mint 110 ezer érettségizőre számítanak. Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli része rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli megmérettetést. Ha bármely középszintű érettséginél a diák írásbeli teljesítménye a 12%-ot elérte, de a 25 nem, akkor tehet szóbeli vizsgát. Testnevelésből szóbeli és gyakorlati érettségit is kell szervezni. Az úszás és a küzdősport gyakorlatait azonban el kell hagyni. Ezek ugyanis fokozott fertőzési kockázatot jelentenek. Az érettségi idén sem lesz kötelező, aki mégsem akar vizsgázni, szeptemberig visszaigényelheti a befizetett díjat. A sikeres oltási kampánynak köszönhetően azonban már az újranyitás került napirendre. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, soron kívül immunizálják a pedagógusokat, akik közül már több mint százezren megkapták a vakcinát.